Sziasztok! Ez a Pergamerre hány szavak csatornája, és a mai videóban elolvasom végre a The Deal-t. Szóval ez a videó végre megvalósul, mert elolvasom a The Deal, az üzlet című könyvet, amit nagyon vicces, már nagyjából 3 éve emlegetek, hogy el fogom olvasni, úgyhogy lássuk most, hogy hány újévi fogadalmak booktagben emlegettem, hogy én bizony abban az évben elolvasom. Nagyon szeretném elkezdeni, és valószínűleg el is fogom, az Off Campus című sorozatot. Egy könyv, ami 1000 éve várólistás, és idén el akarod olvasni végre. Ugyanazt mondom, amit tavaly, a The Deal-t. Ez most vicces lesz, mert a The Deal-t fogom idehozni, és az a helyzet, hogy így évente előjön ez a The Deal. Igen. Elég vicces. Nem értem, hogy történt az, hogy eddig halogattam ezt a könyvet, hát nyilván nem volt meg saját példányként, de valahogy évről évre elfeledkeztem róla, és amikor megláttam, hogy én már ennyiszer emlegettem ezt a könyvet, mint biztosan elolvasom könyv, hát akkor arra gondoltam, hogy na jó, akkor ezt itt most befejeztük, és most már végre tényleg elolvasom, és használtam, megvettem egy Mojtól, de tökéletes állapotban van, nagyon tetszik ez a kis kiemelés itt a betűknek, hát ez egy félcsupasz, csávós kötet lesz, mivel rubin pöttyös, ha jól látom, igen, ezért lesznek benne szex jelenetek is, és az egész annyiról szól, így a főszöveg alapján, hogy Hannah Wells szerelmes egy fiúba, és azért, hogy ezt a fiút féltékenyé tegye, és hogy észrevegye őt, ezért elkezd kamurandizni egy sráccal, akit ki nem állhat, és a hoki csapat kapitánya. Na most ez a srác, Gerrit Graham, aki azért megy ebbe bele, mert kell, hogy korepetálja a csaj, az idegesítő csaj, hogy átmenjen a vizsgán. És akkor ez lesz a deal, ami miatt természetesen már a főszöveg lelövi, hogy csókolozni fognak, szexelnek, és aztán egymásba szeretnek, vagy legalábbis az egyik fél biztosan, és arról fog szólni ez a kötet, hogy fognak mégis összejönni. Nagyon szeretem az ilyen könyveket, ezt már tudjuk, viszont ami különleges számomra ebben a könyvben, hogy hokiról szól, és én nagyon szeretem a hokit, élőben több hoki meccset is megnéztünk már Bencével, és ezért, mivel már tapasztaltam, hogy milyen egy hoki meccs, ezért nagyon érdekel ez, meg amúgy is most tél van, szóval ez teljesen idevág most ez a téma, bár az időjárás jelenleg teljes mértékben tavaszias, és elolvadt az összes hó, ami eddig leesett, de nem baj, nem baj. Úgyhogy ezen a héten ezt a könyvet fogom olvasni Ágival. Ja, ezt lehet, hogy nem is mondtam, de a címben benne van. Szóval Ágival, Vida Ágival fogjuk olvasni, aki nagyon szerette ezt a könyvet, és neki újraolvasás lesz, és nagyon bíztatott, hogy olvassam el végre. Befutott Ági videója, úgyhogy ezt fogjuk meghallgatni, válaszolok az előzetes kérdéseire, aztán tényleg elkezdem olvasni a könyvet. Szia, Evelyn! Hú, nagyon-nagyon örülök, hogy együtt fogjuk olvasni ezt a könyvet. Nekem ez már ugye a második olvasás lesz, és hát eléggé nyomtam ezt a regényt, meg ezt az egész sorozatot, hogy mennyire király, és olvasd el. Úgyhogy eléggé izgulok, hogy mennyire fog neked tetszeni, remélem, hogy fogod szeretni. Én az első rész után olvastam néhány másik könyvet, és utána a második, harmadik, negyedik részt egymás után daráltam, úgyhogy eléggé beszippantott az a hangulat, meg az a szereplőgárda, amivel az egész sorozat dolgozik, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy neked majd mi lesz a véleményed a szereplőkről. Ugye egy 4-es fiú banda tagjait ismerjük meg a sorozat kapcsán, és ha jól emlékszem, akkor az első részben is már mindenki feltűnik, úgyhogy ez lenne az első kérdésem hozzád, hogy mit gondolsz így a srácokról, illetve hogy tetszik neked a váltott szemszög a regényben. Én tudom, hogy szerettem így belelátni mind a két oldalnak a fejébe, és hát azért elég komoly témák is előkerülnek a sorozat első részében, attól függetlenül, hogy egy erotikus, romantikus regényről, illetve sorozatról van szó, úgyhogy így a regény kapcsán majd kíváncsi leszek arra, hogy te milyennek érzed ezeknek a komoly témáknak a kidolgozását, mennyire veszi komolyan a szerző, és hogy
mennyire, hát igen, mennyire van jól kidolgozva, meg mennyire érinti ténylegesen ezeket a fontos témákat, mert szerintem azért nagyon fontos, hogy nem csak a humor, meg nem csak az erotika jelenik meg, és a romantika ebben a regényben, hanem fontos témák is. Úgyhogy összességében csak rendkívül izgatott vagyok, hogy ezt így együtt fogjuk olvasni, és hát tényleg remélem, hogy jó élmény lesz neked is ez a sorozat. Jó, nagyon jól hangzik, amiket mondott Ági. Direkt nem nézem meg a címkéket, és nem tudom, hogy milyen komoly témák vannak benne, úgyhogy nagyon izgatott vagyok emiatt, a váltott szemszögöt se tudtam, úgyhogy ez is nagyon izgalmas, mert én szeretem, ha váltott a szemszög, és hogyha hitelesen mutatja be mind a két oldalt, mert amikor csak a lányt látjuk, akkor általában fals információkat kapunk a fiúról, azt, amit ő elképzel, és nem látjuk a fiú oldalát. És ugye azt tudtam, hogy több szereplő van így képben, mert a további részek róluk szólnak, de akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogja az író bemutatni már ebben a könyvben a többi szereplőt, és hogy mennyire fogom szeretni őket, meghozzák a kedvemet a folytatáshoz. Most már tényleg megyek, és olvasom! Úgyhogy jöjjön a második bejelentkezés, és még lesz egy, amikor befejeztem a könyvet. Szóval nagyon gyorsan eljutottam a könyv feléhez, pedig én igazán próbálom tartalékolni, de most már bepörögnek az események, úgyhogy így már nagyon nehéz lerakni ezt a könyvet. Elég sok gondolatom van, fel is írtam néhány pontot, de majd amikor megjön Ági kérdés sorozata, akkor majd még egyszer bejelentkezem, és akkor válaszolok rá, hogyha esetleg valamit nem érintettem. De ugye kérdezte, hogy mi a véleményem erről a komoly témáról, ami van a könyvben, hogy hogy kezeli, meg a barátokról is kérdezett, ezekre már tudok válaszolni. A barátokkal nem szimpatizálok annyira nagyon. Amennyit tudok róluk, az eléggé felszínes, nyilván tipikusan a barát karakterek, de hogy most így az utóbbi időben meg még azt is látom, hogy Gerett ellenségként is tekint rájuk, mármint hogy mindegyikben benne van az, hogy rámozdulna a csajra, és ez annyira nem szimpi, az sem szimpi, hogy az egyik barát simán hagyta, hogy valami történjen, most ezt nem akarom lelőni, de hogy úgy nem tűnnek annyira olyan barátoknak, hogy ha te vagy a csajjal, vagy legalábbis valami alakul köztetek, akkor mi rá se nézünk, tehát ez egyelőre nincs a könyvben, nyilván majd később lesz, meg nyilván, hogyha vannak külön könyvek ezekre a barátokra, akkor ott gondolom, mindegyikről kiderül, hogy mennyire jó arc. De így annyira nem érdekelnek most a barátok, mert rájuk fókuszálok a két főszereplőnkre. Szóval Hana énekes, a fiú pedig Gerett hokis. Ez nekem nagyon tetszik, ez az alapszituáció. Azzal tudok azonosulni, hogy Hana zenesuliba jár, és hogy ott miket tanul, meg hogy vannak ezek a fesztiválok, ahol felléphetnek. Minden tök jó, és annyira örülök, hogy nem fél énekelni, meg nem azon van a hangsúly, hogy küzdene ezzel a dologgal, hanem egyszerűen csak tud énekelni, szeret énekelni, és gondolkodik, hogy ezzel fogja keresni majd a pénzét, vagy nem, majd még kiderül. Ugye Gerett pedig hokizik, ő is tök jó benne, de van egy háttérnyomás a családja felől, ami tök jó, mert elmélyíti a karakterét ezáltal, és mindezt egyetemi környezetben, ami nekem kifejezetten tetszik, hogy egyetemisták, és hogy az etika vizsga az, ami összehozza őket, mert hogy az etika tanáruk olyan nehéz eset, hogy majdnem mindenkit meghúz. És Hanának sikerül átmennie, méghozzá ötössel, úgyhogy ezért Gerett megpróbálja beszervezni, hogy korepetálja, de hát nyilván nem akarja, és akkor ezáltal jönnek össze, és ezzel nagyon tudok azonosulni, mert nálunk is az etika egy hihetetlen rossz tantárgy volt, és állandóan lepontozott a tanár minket, és ez szerintem magából a tárgyból is következik. Tehát az etikánál igazából tényleg csak vissza kell adni azt, amit a filozófusok gondoltak egy-egy ilyen erkölcsi dilemmáról, de ezzel meghazudtolod saját magadat, és
azt kell mondani, amit hallani akar a tanár, tehát borzasztó, soha nem adott hármasnál jobbat nekem se egyetemen az etika tanárom, úgyhogy imádtam ezt a szállat. És már a legelső oldalon bejön a komoly probléma, úgyhogy ezt elmondom, hogyha valaki nem szeretné tudni, akkor kicsit lépjen odébb, de a legelső oldal közepén leírja, hogy Hannát megerőszakolták még régebben, ez a megerőszakolás vette el a szüzességét, és ezért nagyon nehéz neki ismerkedni, és szinte lehetetlen úgy szexelni, hogy ő is élvezze. És ez szerintem nagyon jól van bemutatva. Nagyon-nagyon tetszik az, hogy próbálkozik, de a saját korlátaihoz mérten próbálkozik, és tényleg végig érződik a történetben, hogy ő mindenre odafigyel miatt. Nem iszik alkoholt, nem szeretné, hogy valamit belerakjanak az italába, és kerüli azokat a helyeket, ahol előjöhet belőle ez a stressz, hogy hasonló élményt nyújt. Ehhez képest azért szerintem már most egészen ott vagyunk a történetben, hogy nagyjából sikerült ezen túllépnie, írja, hogy pszichológushoz jár. Minden nagyon jól meg van csinálva szerintem ezzel kapcsolatban, bár nyilván nem tudom, mert nem voltam még ilyen helyzetben, de nagyon érdekel a háttértörténete is, hogy elmondja ezt Gerettnek, mert ez egy nagy lépés lesz, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, ami ebben a könyvben van, mert tök fontos, és nem bagatelizálja el a szerző. Aztán van benne sorozatmaratonozás, ami nagyon tetszett. Van benne klisé is, nem kevés, de valahogy mégis mást ad. Tehát egy-két párbeszédnél úgy vagyok, hogy ez elég gyerekes, de közben pedig gimiben, azért ezt hozzátenném, pontosan ezt csináltuk mi is. Nem egyetemen, gimiben, de egyébként simán elképzelem, hogy egyetemen is ilyen olcsó húzásokkal próbálnak közel kerülni egymáshoz a szereplők. De tényleg tetszik, mert nagyon aranyosak együtt, húzzák egymás vérét, ugye ez az utálomból szerelem kapcsolat lesz, meg az árandizás ilyen kamu indokkal, hogy majd akkor, aki tetszik Hannának, az majd jobban felfigyel rá. Hát ezért vannak ők így állandóan együtt, de elég hamar átmegy a történet oda, hogy nem érti Hanna se saját magát, de egyszerűen több időt akar tölteni Gerettel. És már ott tartok a történetben, hogy véget ért a korepetálás, szóval most már nincsenek ilyen indokok, és már kezd a kamurandinak is elveszni az értelme, úgyhogy most jönnek majd a bonyodalmak, és én érzem, hogy lesz benne valami rossz, mert sok fiúval kapcsolatban van rossz érzés a Hannának. Úgyhogy nagyon félek, hogy mi lesz, de nagyon tetszik, hogy miután minden ilyen kikerült a képből, amilyen kötelezővé teszi azt, hogy találkozzon a fiúval, most már egy egészen új indok jön be. És ezt szeretném megosztani, mert ez még mindig a megerőszakoláshoz kapcsolódik, szóval valaki nem akarja tudni, akkor ezt is eltekerheti, de nem hiszem, hogy spoiler. Szóval, hogy nagyon érdekes megerőszakolós téma szempontból az, hogy Hanna egyedül Gerettel érzi azt, hogy van szexuális feszültség benne. Tehát most értitek, akit megerőszakoltak, és volt már komoly kapcsolata, és semmilyen nem alakult ki benne, mert nem tud, egyértelmű, hogy nem tud, az most találkozik egy fiúval, akivel nem is akar összejönni, és akit nem is tekint lehetségesnek, és megérzi vele, hogy milyen az, amikor vonzódsz a másikhoz, és nem csak jó vele együtt lenni, hanem tényleg vonzódsz hozzá. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Valamiért ez nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy hülyeség, és ti azt mondjátok, hogy Úristen, ez hülyeség, vagy ez nem így működik, nem tudom. De nekem ez nagyon tetszik, hogy ez egy olyan ok, ami miatt igazából terápiás jelleggel saját magának akar tenni valami jót azzal, hogy ez tovább feszegeti. Sokkal inkább hálás vagyok, hogy elolvastam ezt a könyvet, és neked is, Ági, hogy ezt elolvastuk együtt, mert soha nem gondoltam volna, hogy ilyen jó tanulságot és üzenetet tudok kapni egy romantikus könyvtől, már pedig de, és ez olyan, amire nagyon kevésszer veszi rá magát a szerző, hogy ez benne legyen egy romantikusban, és szerintem ez nagyon fontos. Don't leave me here high and dry. Oh,
elolvastam a The Deal-t. Most két hangüzenettel vagyok lemaradva, úgyhogy ezt fogom bepótolni. Hallgassuk meg, hogy mit kérdez Ági, aztán elmondom az utolsó gondolataimat a könyvről. Na, halihó, nagyjából én is a felénél járok a könyvnek a Kindle szerint, szóval gondoltam, elküldöm az én kis bejelentkezésemet. Nagyon-nagyon örülök, hogy eddig tetszik neked a könyv, tényleg nagyon izgultam, hogy mit fogsz hozzászólni. Az első kérdésem az lenne, hogy szerinted mi fog kialakulni ebből a duettes dologból, ugye a sráccal, akit Hana nem annyira kedvel, szerinted meg tud-e oldódni majd ez a konfliktus, ez ugye visszatér a könyvben, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi lesz a befejezés. A másik pedig igazából a főszereplő párosunkhoz kapcsolódik, hogy szerinted mi lesz majd az ő fő konfliktusuk, és hogy hogyan tudják megoldani. Fognak-e tudni egymással kommunikálni, mert ugye a romantikus regényekben sokszor ez a gond, hogy a szereplők nagyon nem tudnak kommunikálni, és hogy szerinted ez mennyire fog megvalósulni, meg úgy összességében, hogy mi a véleményed a fő, illetve a mellékszereplőkről. Az volt a gondolatom erről a duettről, mert hogy Hannának van egy olyan problémája, hogy egy sráccal duettezik a fesztiválon, és nagyon nem jönnek ki. Nekem abszolút az volt a véleményem, hogy ki fog válni ebből a duettből, és egyedül fogja elénekelni a dalt. Nem ez lett. De attól még valami hasonlót éreztem, hogy ez nem lesz annyiban hagyva, de én azt hittem, hogy ő lesz olyan tökös, hogy lépni fog, és megoldódik a dolog. De nem, és azon is csodálkoztam, hogy aztán utána mégse lett szóló ebből a dologból, akárhogy is történt, a végkifejlet nem lett szóló. Ez kicsit furcsa volt nekem, de amúgy meg abszolút megoldódik a dolog, és ez a lényeg. És hogy mi lesz a fő konfliktus, azt abban biztos voltam, hogy nem az lesz, hogy elbeszélnek egymás mellett, mert ez a két karakter nem beszél el egymás mellett. Ők bizony elég nyersen egymás fejéhez vágják a dolgokat, attól, hogy lehet, hogy egy kicsit van egy kis húzavona, amíg kibökik, hogy mi a bajuk, de bizony addig nem hagyják a másikat, amíg el nem mondja, hogy mi van, és egyébként ez szerintem nagyon jó. Az, hogy aztán mi volt mégis probléma így az utolsó 100 oldalban, ami miatt nem lehettek együtt, erre ki akartam térni, hogy ez zseniális volt, nekem nagyon tetszett, hogy nem mondva csinált dolog volt a mellékszereplők. Hát velük amúgy nem vagyok annyira meggyőzve, így, hogy már végeztem a könyvvel, így sem. Mert hogy annyira keveset kapunk belőlük, és amit kapunk, az nem feltétlenül mindig a jó oldaluk, hogy így nem tudom. A Hana baráti oldala az jó volt, de Gereté annyira nem. Úgyhogy ez még mindig olyan dolog, amivel nem vagyok annyira meggyőzve, hogy a továbbiakban is ennyire erősek tudnak lenni a könyvek ezekkel a szereplőkkel. Nézzük meg az utolsó kérdéseit Áginak, és utána elmondom még, amit gondolok így a végkifejletről. Szia Evelyn, befejeztem én is a könyvet, úgyhogy küldöm így a befejezés utáni kérdéseimet. Az első az lenne, hogy mennyire tudtad megjósolni a befejezést. Itt nem is feltétlen a főszára gondolok, mert szerintem azért számíthattunk arra, hogy Hana és Gerett története happy end lesz, de hogy mondjuk a mellékszálak kapcsán mennyire tudott meglepni a könyv, akár a duett, vagy akár Gerett apja szálán, erről mi a véleményed. Aztán a második kérdésem, bár erre azt hiszem sejtem a választ, hogy fogod-e folytatni a sorozatot, illetve hogyha igen, akkor szerinted melyik fiú története lesz a kedvenced, kire vagy most a legkíváncsibb a maradék három srác közül, nem tudom, viszonylag keveset láttuk őket, de hogy hármajuk közül esetleg van, aki így jobban felkeltette az érdeklődésedet, hogy szerinted izgalmas lesz a sztoria. Illetve a harmadik kérdésem az lenne, hogy mi a véleményed az erotikus részekről, ez ugye egy rubinkpöttyös könyv volt, mennyire volt szerinted túl sok mondjuk a nyelvezete, vagy a jelenetek leírása, vagy esetleg szerinted nem volt annyira vészes, hogy erről mi a véleményed. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy együtt olvashattuk ezt a könyvet, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült olyat ajánlanom, ami tetszett neked. Szia! Arról már beszéltem, hogy mennyire lepett meg a duettes rész, meg a nagy konfliktus 1000%. Azt nyilván én is gondoltam, hogy happy end lesz, de nagyon, nagyon meglepő volt sok minden a könyvben. Most gyorsan megnézem, hogy a további részek azok kikről szólnak.
az a helyzet, hogy én nem tudom megkülönböztetni őket. Tehát még John meg Dean-t, vagy nem is tudom, nem tudom. Teljesen összefolynak a fejemben. Annyira nem voltak különválasztva ők, és ezt nagyon sajnálom, mert hogyha rájuk építi a további részeket az írónő, akkor ennél egy kicsit jobban körvonalazni kellett volna őket, mert nekem összefolynak a fejemben. Tényleg egy csomószor volt az, hogy azt mondta Gerett, hogy a legjobb barátja, és aztán a következőre is azt mondta, hogy a legjobb barátja, és azért egyet válasszunk már, hogy melyik a legjobb, hogy legalább azt meg tudjam különböztetni a többitől, szóval nagyon nem tudom megkülönböztetni. Azt is ki akartam emelni, hogy nagyon-nagyon jók az erotikus részek, de ezt talán már mondtam is, hogy nekem nagyon nehéz olyan erotikus jelenetet írni, ami ciki, vagy aminél azt érzem, hogy ez túl sok. Tehát nem tud zavarba hozni ilyen dolog, úgyhogy ezért én nagyon szerettem az erotikus jeleneteket, és ezt ki is emeltem az értékelésemben Mojon, amit már megírtam, hogy abszolút szerintem ez olyan könyv, aminél az erotikus jelenetekben nem fognak belekötni az emberek, mert nagyon hitelesen mutatja be azt, hogy milyen háttérrel rendelkeznek a szereplőink, és ehhez mérten hogyan alakítják a szexuális életüket. Szerintem ez nagyon jó volt. Amit még kiemelnék, hogy a váltott szemszög nagyon tetszett, szerintem ez sokat adott a történethez. Nagyon viccesek voltak a szereplőink, és főleg az erotikus jelenetekben az a fellazító humor, amit beletettek. Máskor lehet, hogy mérges lennék, hogy most miért bagatelizáljuk el ezt az erotikus jelenetet, de itt annyira olyan volt a szituáció, mint amikor tudjátok, valakivel nagyon régóta barátok vagytok, legjobb barátok, és akkor elkezd egy másik szintre emelkedni a kapcsolatotok szerelemmé, és akkor nagyon ciki az erotikus jelenet. És akkor ezt próbálják fellazítani a nagyon vicces párbeszédekkel, és én ezt küldtem is Áginak, hogy annyit röhögtem rajta, és itt nem az volt a lényeg, hogy hú, de nagyon feszült legyen a légkör, hanem az volt a lényeg, hogy hogyan próbálnak segíteni a másiknak ezáltal is. És ez remek volt. Tetszett nagyon Gerett háttér sztoria és az apja sztoria, és nekem az nagyon meglepő volt, hogy utána kaptunk vele egy egész jelenetet. És ugye ott vagyunk, hogy összejönnek, és még van 100 oldal, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És ebben van a nagy konfliktus, ami nekem nagyon-nagyon átjött, és annyira felüdítő volt ez is, hogy egyáltalán nem olyan, amire úgy számítunk. És egyébként szerintem egyáltalán nem volt tele erotikával ez a kötet, és egy kis ráadás a videó végére, annyira meghozta a kedvemet a hokihoz a kötet, hogy mi évente egyszer el szoktunk menni egy hoki meccsre, de idén még nem voltunk. Úgyhogy gyorsan ránéztem, hogy lesz-e most hoki meccs, és bizony még elcsíptem egyet. Úgyhogy a videó végére szeretnék egy kis hoki élményt átadni nektek és becsempészni, hogyha esetleg nem ismeritek ezt a sportot, nem szeretitek, nem láttátok soha élőben vagy tévében, akkor most lássuk, hogy milyen lehet Gereték egy napja, milyen lehet a csapat egy napja, és hogyha van kedvetek hokis történeteket olvasni, akkor ez a sorozat, vagy az írónő másik sorozata tökéletes lehet ehhez. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót.